Hajnali 2 óra körül elindultak a sértett Bél Mihály portájára, bemásztak a terítésen, majd a negyedrendű vádlott a magával vitt vasúrdal, még az elsőrendű egy baltával próbálta kifeszíteni a lakás bejárati ajtaját. Az ajra felébredt a mégis otthon lévő házigazda, és kinyitotta az ajtót. Herr Dániel többször fejére sújtotta baltával, míg Zé Ferenc a vasúrdal verte fejbe. A közben földre esett baltát B. Sándor felvette és bement a házba, ahol B. Mihálynétól pénzt követelt, majd a baltával többször a fejére ütött. Ezt követően kutattak a lakásban és 200-300 ezer forint készpénzt, ruhaneműt, aranyékszereket és 30-40 liter pálinkát vittek el. Urunk szívében nincs halál a lélek, mikor majd eljön, kiben egyetlen gondolat marad, hogy mást megöljön. Hallgass meg, kérünk minket, és a rám kerül a sorja, s halálnak vasa lent suhog talpunk alatt a porba. Annak sebére gondolunk, kit megöltek érettünk. Fejét szétverték a kövön, hol voltál akkor, kértünk. A szörnyű nap, rád bámulunk. Teste kit szült Mária. Nem mozdul, hallgat, nem bocsát, és nem támad fel már soha.